Na sziasztok, elérkeztünk a legújabb videóhoz. Nos, megjelent itt az új videó. Ebben a videóban most arról lesz szó, tulajdonképpen, hogy hát bemutatom a történetet. Nos, az én nevem, hogy is hívna? Hú, fájunk csak, elfelejtettem, de arra emlékszem, hogy horvát vagyok. Tudod, milyen horvát arra már nem? Hát, ez súlyos. Na minden, de erre nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy horvát vagyok. Akkor most leszek Horváth Balázs. De már, hú, hogy már se tudom, fiú vagyok vagy lány. Sokan mondják, hogy ezt meg lehet állapítani, hogyha pollódat kihúzod és megnézed a sok minden tálára. Elmondom nektek, én még azt sem tudom, van rajtam ruha, van nincsen rajtam ruha, tehát fogalmam sincsen. Ez eléggé gáz, de nem tudom, ti jobban tudjátok, hova van nincs ruha rajtam, ti néztek engemet. Hát tulajdonképpen, hogy tényleg, melyik országban is vagyok? Fú, ez jó kérdés. Milyen nyelvet is beszélek most egyáltalán? Na várjunk csak, van itt biztos valami, az alapján itt van valamilyen könyv. Ba bi alambér. Tehát balambér egyben. A bárna búrjú kalandjai távol a tengereken. Vegyegyessze és bárván, és bárna nyelvű fordította. Őriz Judit Lívia. Bobó és Misi rajzaival. Bálna nervről. Azt hittem az a szanél a Nemo nomából. Na minden. Ha, arra még emlékszek. Valamire emlékszek, valamire nem. Hát, milyen érdekes. Szóval balabér. Sose hallottam ezt. Sem tudom mi az. Borjukkal, szóval, tehát így hívják ezt a orszavut így hívják. Tehát Balabér orszavú kalandjai távol az Afrikától, tehát szegény orszavú elszökött Afrikától el csatangolt, elveszett út, hogy szegény orszavút meg kell találni minél előbb, út, hogy ja, az szinte részéltem, tehát itt van egy orszavú könyv. Ahogyan olvastam, azt hiszem Afrikában van, tehát szerintem én most Afrikában élek, afrikai nyelven is beszélek. Ez kinek a szobája mögöttem a háttérben? Azt nem tudom, de szerintem nem hiszem, hogy az enyém. De azt sem tudom, hogy hol van az én szobám. Hogy lehet, hogy ez az én szobám? Na, mindegy, fogalmam sincs. Talán igen, talán nem. Na szóval, ma van 2025. május 9-e, és ma van csütörtök. Hát, ma, húfacsem, mi mindent kell csinálnom, húfacsem. Hát tudjátok meg. Hát, ma keménynek kellett melóznom el. Ja. Hát ma véletlenül a tűzoltókat hívtam a rendőrök helyett, hát elég gáz, mit nem mondjak. De jobb lett volna, hogyha úgy az egészet, mert tudjátok, van olyan, hogy valamikor kijön a mentő, tűzoltó és a rendőr. Csak már azt is elfelejtettem a számukat. Van itt, hogy külön-külön telefonszám, és van ott egy telefonszám, és akkor ahogyan felhívod őket, egyből kérnek, tehát ezek a hármak, a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. Már elfelejtettem, mi is volt a neve. Na minden, nyugalom, a lényeg az, hogy még emlékszem, hogy vannak ilyen segítő szolgálatok. Szóval, na tehát akkor tulajdonképpen ma éppen melóztam, rendőrök helyett tűzoltókat hívtam ki, sajnos. Pedig én higgyétek el, én nem a 107-est akartam hívni, hanem 105-ös, és helyett a rendőrök helyett a tűzoltók jöttek ki. Hát én egyszerűen annyira szomorú voltam,
tehát aztán odajöttek és megkérdezték tőlem, hol a tűző, mert feleltem, hát sajnos téves hívás, és nem fogjátok el, hogy mit csináltak. Lerasoltak engem. Vézem. Egyszerűen nem is tudom ezt hogy mondja már nektek. Lerosoltak. Te fogták a töblöt, kéreztették a jéghideg vizeket, és rám locsolták az egészet, ami volt, amivel jöttek, mind rám, öcsém. Hát későn, hogy nem nőttem magasra, egészen fel az égig. Aztán a végén nagyobb lettem volna, mint valamilyen kosaras van, hogy is hívják azt, vagy Michael, igen, vagy Michael Jacksonnak, vagy van egy kosor azzal, nem jut az eszembe. Justin Bieber-nek hívják, na minden, vajon Michael, tehát Michael Justin, vagy Michael Jackson. Nem, Jackson nem lehet, hogy Jackson festő volt, igen, Michael Jackson, egy kanadai festő volt, ja, jó emlékszem rá. Azt meg él is, ja, azt meg él. Ja, azt hiszem Kanadában él is, most éppen ott feste. Festegél Jackson. Na mindegy, ha van valami kosaras, és akkor addig öntöztek, hogy közben azt gondolkoztam, nem akkor ezek, mint ez a kosarazó, vagy esetleg kiéljek az űrig. Na mindegy, a lényeg az, hogy megkaptam a magamért a téves hívás miatt. Aztán mondták, hogy többször ne forduljon elő. Azóta már sem tudom, hogy mi a telefonszámuk, úgyhogy szerintem ebből abszolút nem lesz probléma. Úgyhogy, na mindent, hát megkaptam a vét. Ezért járt, úgyhogy már a mentősöket se tudtam kívni, sem a rendőröket, legjobb a rendőröket kellett volna. Hát azt hiszem kirabolták a kukát, hogy túl sok ember jár oda, és ez nem tetszik a népnek, és ezért ki akartam hívni a rendőröket, hogy az, mert mégis azért ez húzás, mindig oda menni. Tehát az az érdekes, hogy valamikor több ember jár a kukához, mint a WC-hez. Tehát ez olyan érdekes. Tehát, de valamikor megfordítva van. Valamikor, ebben, valamikor az ember többen járnak a WC-re, mint a kukához. Tehát én ezt most nem értem, hogy jön, de ezt lehet, hogy ti jobban értitek. Na ezért akartam volna kiírni a rendőrséget, de helyette sajnos a tűzoltókat hívtam ki. Hát ez az, ez a baj, hogy a 105-ös helyett nem a 107-es hívtam. Így jár az, aki nem jegyzi fel, nem írja fel vagy lapra, vagy nem jegyzi bele ide a fejébe. Na mindent, hát úgy látszik, hogy sajnos a fejemben túl kevés volt a gigabáj, a megabáj, hát így jártam, majd újat veszek az Obiból, mert most azt hallottam, hogy a MediaMarktben elég drága lett a kalapács, meg a fűnyíró a MediaMarktben. Tehát a MediaMarktben mostában én mondom, annyira drága lettek ott a fűnyírókat megvenni, meg ilyen minden bútorok a MediaMarktben, annyi olyan sokba kerülnek. Tegnap akartam venni a MediaMarktben egy fűnyírót, erre meg mit adtak helyette? Na mit? A traktort. Mondom, nagyszerű, én nem traktort akartam venni a MediaMarktben, hanem egy fűnyíró. Tehát mit nem lehet ebben megérteni? Rendben van, annak is négy kereke van, de én akkor sem traktort akartam venni. Na mondom, mindegy. Hű, fagy sem. Na mindegy. Na igen, meg közben, miközben mentem melóba, nem tudom én, de az emberek eléggé furcsán néztek rá, amikor felszálltam a buszra, az volt, hogy éppen felszállok minden, előveszem a béletemet, a kabátomba, de nem tudom, miért néznek rám úgy az emberek, hogyha én szépen felszállok a buszra, kiveszem a kabátomból a béletemet, nem értem, én jó vettem fel a kabátot, ott volt rajta végig az a két lábamon a kabát, mi ebben a furcsa? Tehát én a lábamon szoktam általában vinni a kabátot, és onnan vettem ki a béletet, és az emberek néztek rám a buszon. Nem tudom miért. Lehet, hogy nem a lábukon hordják, hanem a hátukon, vagy nem tudom mi a fülükön hordják az emberek a kabátot. Én nem értem, de
Hát rendben van. Oké, nincs több kérdés, rendben, én elfogadom azt, tőlem úgy hordják, ahogy akarják, tőlem aztán a fülökön is hordhatják, a lábujjukon is, de mi olyan furcsa, hogy én felszálltam a buszra és a lábamon volt a kabát. Én nem értem, de jó, rendben, oké. Na mindegy, hát aztán leszálltam, aztán igen, hívni akartam a zsarukat, aztán kiderült, hogy sajnos nem őket hívtam ki, hanem a tűzoltókat. Ez elég pek. Na mindegy, aztán hát kiderült, hogy minden rendben volt. Csak az volt a baj, hogy látod, eléggé túl sokat itt a tegnap este, és látod, ez volt a hatása. Hát igen, tegnap jött a Mikulás hozzám nyáron, már most nyár van, és tegnap eljött hozzám Mikulás látogatóba, és az a helyzet, lehet, hogy étel helyett eléggé sok bort meg viszkit adott tegnap a Mikulás. Most eléggé nagy a hőség, hát már nyár van, hát még szép, hogy akkor jön a Mikulás nyárra, hát mikor jön? Ősszel? Úgyhogy úgy látszik, hogy ez a Mikulás elég sok italt hozott nekem, és lehet, hogy ez volt a hatása. Szóval igen. Szóval, kedves Mikulás úr, legközelebb ne hozzál négy italt, oké? Okay. Legközelebb máshozzal, ami ennél sokkal erősebb. Oké. Tehát jövőre ne csak kokaint hozzá, hanem annál is erősebb az a lényeg. Ja. Na, hát nagyjából ítelt el ez a mai napot, tehát tegnap jött a Mikulás. Hihetetlen, ez a nyár ennyire tombol, és már a Mikulás hozta is az ajándékot nekem. Kedves tőle. Úgyhogy, ja. Na, tegnap akkor Mikulás kokaint, vagy több italt hozott. Nem tudom, valamelyikkel biztos. Hát az emberek mondták neki, hogy nem volt ott semmi, le is fotóztak nekem, fel is vettek videó, és tényleg nem volt ott semmi. Mikulás bácsika a jövőre inkább ne jöhet hozzá, nem jövőre ne hozzá nekem semmit. És akkor ide én is jobban járok meg, te is jobban megy, akkor majd a vezetés utána nem is szólam szóval ja. Na hát akkor ez lett volna a legújabb videó, én horvát kis voltam. Igen, Horváth Balázs voltam, lájkoljátok ezt az újabbik videómat, és igen, ez a legújabbik, tehát ne nézzetek tovább a csatornámon, mert ez a legújabb, tehát ennél újabb egyszerűen nem, tehát nincs ennél újabb videó, majd lesz újabb videó, amikor eljön az ideje, de még ne nézzetek, tehát ne menjetek előre a jövőbe, mert most per pillanatban ez a legújabb videó. Nem kell beírni a YouTube-ba, se a Twitter-be, se az Instagram-ra, se a Facebook-ra, se a Skype-ra, sem a Gmail-re. Ez a legújabb videó, hivatalosan is, utána nem mennetek tovább. Ha tetszik, ha nem, úgyhogy ja. Hát én Horváth Balázs voltam, és találkozunk a következő videóba, és utólag is boldog, bolondok napját. Na, sziasztok!